Na szóval United Fulham a legjobb 8 között az FA kupában, ami azt jelenti, hogy azt a meccset megnyerjük, akkor elődöntés irány újra a Wembley, úgyhogy már ez önmagában egy elég nagy motiváció kellene, hogy legyen a játékosok számára, illetve azért van mit javítani, ugye. Nyilván tovább jutottunk az Európa Ligában, viszont a legutóbbi két bajnokin nem sikerült nyerni, sőt még volt sem szerezni, úgyhogy ezért kárpótolnia kell a csapatnak minket mindenképpen. És kupában idén egyébként különösen jók vagyunk, ha jól számoltam. 19 meccset játszottunk összesen eddig ebben a szezonban kupa meccseken. Európa Liga, FA Kupa, meg Liga Kupa. És abból a 19-ből megnyertünk 17-et. Egy döntetlen a Barca ellen idegenben, és egy vereség a Real Sociedad ellen még a csoportban. Úgyhogy idén egyértelműen egy nagyon jó kupa csapat vagyunk, és remélhetőleg ez folytatódni is fog. A Fulham szerintem teljesen képes meglepetést szerezni az Old Traffordon. Idegenben is kurva ezen nyertünk, ráadásul azóta van egy jó pár hiányzónk. A mai meccsen ugye nem lesz Garnacho, mert kidőlt egy pár hétre, egyelőre még Eriksen sincs. Casemiro megkezdi a 4 meccses eltiltását. Martial valószínűleg nem lesz. McTominay is kérdőjeles. Viszont ami pozitív, hogy Sabitzer visszatért, úgyhogy minden bizonnyal Sabitzer is Fred lesz a középpályán, amivel nincsen semmi gondom. Rashford és Bruno legalább bevethetők, ami azért nagyon fontos. Ezután pedig ugye jön végre egy válogatott szünet, ahol mondjuk a legtöbb játékosunk ugyanúgy játszani fog, de azért lesznek egy páran, akik pihenni fognak, mint például Varane, Sancho is valószínűleg. Anthony is kérdőjeles, azt hiszem, mai napra. Talán betegség miatt hagyta ki a Betis elleni visszavágót, úgyhogy ott legalább nem sérülésről van szó. Egyáltalán nem számítok egy könnyű meccsre, de mindenképpen továbbjutásra számítok. 2-1-re fogunk nyerni szerintem. Rashford és Sancho góllal. Sancho gólnak nagyon örülnék, mert neki nagyon, nagyon kell egy jó teljesítmény. Komolyan bejöhetnek a tippek, én 2-1-et mondok, de annyira nagyon nem lepődnék meg, ha egyébként kikapnánk. Elképesztően sok meccset játszunk. Nem is emlékszem olyan hétre, hogy játszottunk volna 2 meccset, a VB óta legalábbis, úgyhogy kurva nagy a terhelés a játékosok alatt, és előbb vagy utóbb ez ki fog jönni, sőt szerintem ez már kezd is kijönni. Azért volt egy pár botlás ugye az elmúlt hetekben, a maga a játék sem volt annyira az igazi, de többnyire hozzuk az eredményeket, és remélhetőleg ez folytatódni fog ma is, most pedig irány a pár.